Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Itt megnézzük azt, hogy mi az aktuális szerelmi energia. Itt látható a sors kereke. És a sors kereke az mozog, hoz változásokat. Mivel itt a sorsunkról van szó, ezek lehetnek sorsdöntő változások, vagy találkozások, vagy fontos döntések. Itt is látható ezen a képen egy új kezdet. Itt a 10-es szám jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik az életedben. A kép mutatja azt, hogy kezdetben még valami olyan nehéz, nehezen mennek előre a dolgok. Lehet, hogy sok mindent cipelsz. Ez lehet a munka, hogy sok a dolgod, fáradt vagy, kimerült vagy, ő van ebben a helyzetben. De mivel itt láthatóak az érzelmek, és ez a kép jelenti a könnyek mezeit, lehet, hogy ezeket az emlékeket hordozod magaddal, és ez, ami nyomaszt téged. Hiszen a könnyek mezeinél a múltról van szó, és a könnyekről, fájdalmas emlékekről, amit te itt még mindig cipelsz. De itt látható a változás, hiszen elhagyod a könnyek mezejét, akkor könnyebb lesz ez az út, könnyebb lesz ez a helyzet, hiszen itt bizonyos dolgokat, emlékeket el tudsz engedni. És itt látható a változás, a mozgás, hiszen az egyik partot elhagytátok, útban vagytok egy új parthoz, és pontosan ezt jelenti itt ez a sors fordulat. Ezeket a változásokat mutatja. Ez a férfi közeledik hozzád, olyan bizonytalan kis lépésekkel, de mégis látható a kezében a kehely, tehát kimutatja az érzelmeit, akkor is, ha kicsit még bizonytalan, de lesz közeledés. Ő is elhagyja a könnyek mezejét, lezárja a múltat, itt lesz egy sors fordulat, egy új irány, egy új kezdet, és ő nyitott a jövőről beszélni, ő nyitott érzelmekről beszélni. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható, mint egy királynő, és uralkodsz az anyagiak felett, uralkodsz a munkahely felett, lesz nyeremény, lesz bevétel, sikerek, elismerések, hiszen megvan ez a büszke tartásod, te vagy a királynő, és elfoglalod a helyedet az életben. Nem csak ami az anyagiakat, a hivatást illeti, hanem a párkapcsolatban is, hiszen ez az arany érem jelenti a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára, megkapod az elismerést. Azon kívül, amit ez a királynő itt még mutat, a föld eleme. Itt a kelyheknél még álmokról, álmodozásokról van szó, de a föld eleménél már reális dolgokról, hogy ez a vágy, ez az álom megvalósul, és ez kihat a sors utatokra, ez láthatóvá tesz valamit, lesz egy új kezdet, egy új irány, és mivel az egyik partot már elhagytátok, tehát elhagytátok a könnyek mezejét, van változás, irány, és hamarosan látható lesz az új part, tehát láthatóak lesznek a reális dolgok. És ez volt a szerelmi jóslás.
Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!